azt már tudjuk, hogy te lettél a németvárosi oviban a pünkösdi király, de a nevedet még nem tudjuk, megmondod nekünk? Igen, Rádai Miklós. És Miklós, hogy lehet pünkösdi király az emberből? Mit kellett csinálni ezért? Labdapattogtatás, szélvadobás és távolugrás. És mind a háromban te nyertél? Igen. Az óvónénik mérték, hogy milyen nagyokat ugrasz, és mennyit tudtál pattogtatni? 50-et. 50-et egymás után? Hát akkor nagyon ügyes vagy. És mi az, amivel ez az egész jár? Kaptál érte valamit, vagy egy palástot, vagy egy koronát? Egy koronát, meg egy palástot.